Az állami horgászjegy és a korábban külön dokumentumként kezelt fogási napló az idei évtől egy közös kiskönyv formájában érhető el. Az engedélyt így minden év végén a fogási naplóval együtt kell majd leadni. Az új szabályok szerint az engedély érvényességi ideje is megváltozott. Az állami horgászjegyek érvényességi ideje megváltozott. Korábbi években, évtizedekben rendre december 31-ig kellett új horgászjegyet váltani, illetve december 31-ig voltak érvényesek a horgászjegyek, de az új rendszer szerint ezek már január 31-ig érvényesek. Mi a Sporthorgász Egyesületek Szövetsége részéről, mint a Magyarországos Horgászszövetség albizományosa, jegyforgalmazó, állami jegyforgalmazó, az állami horgászjegyeket már január közepén tudtuk biztosítani azoknak, akik ezt mindenáron ki szerették volna váltani, még a régi érvényessége mellett is. A méret és tilalmi korlátozások nem változtak az idei évtől, viszont a fogási napló szabályos vezetésére különös figyelmet fordítanak majd a halőrök, mondta el Fesztúri Sándor. Ehhez az első lépés, hogy a horgászok az új határidőre leadják az előző évi naplót. A fogási naplók leadási határideje szintén változott, február 28-áig lehet ezt különösebb szankciók nélkül megtenni. Aki viszont nem adja le, annak sem kell különösebb retorziókra készülnie, hiszen pusztán arról van szó, hogy egy emelt áru 2000 forint helyett 4000 forintért váltható meg majd az állami horgászhegy, illetve az ezzel egybeszerkesztett fogási napló. Az állami horgászengedély ingyenes a 15 év alatti és a 70 év fölötti horgászoknak, továbbá a látás- és hallássérültek, valamint a mozgásszervi fogyatékkal élők számára is.